Jó napot kívánok, szervusztok gyerekek! Molnár Sót Irén, elsős tanítónő vagyok az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskolában. A mai magyar órára egy népmesét hoztam nektek. A címe a Cibere. Népmese. Miről szól a népmese? Mi jellemző a népmesére úgy általában? Mit tudunk a népmesékről? Biztosan hallottatok már erről, és beszéltetek róla. Néhány dolgot kiemelnék. Először is tudjuk azt, hogy a népmeséknek nincs írója. Ezek a történetek a nép ajkán születtek, mint ahogy az első mezőben fel is tüntettem. Tehát valamikor több száz év alatt alakultak ki, szájról szájra, egymásnak mondták esténként összeülve a kályha mellett, míg valaki lejegyezte, és így maradt meg nekünk, mint népköltészetünk része. Mi jellemző még a népmesére? Fordulatokban gazdag, meghökkentő akadályokat kell legyőznie a főhősöknek. Mondani valója örök érvényű igazság, és a szegény ember legtöbbször győz. A mai népmesénknek a címe a Cibere. Mi a Cibere? Hallottál-e már róla? A Cibere, vagy Cibere levesnek a jelentése, erjesztett gabonalé, leginkább búzából, árpából vagy rozsból, pontosabban annak korpájából készül. Tehát valójában egy leves, amit erjesztett gabonaléből, korpából készítenek. Forró vízzel leöntött korpát meleg helyen kell tárolni, és pár nap alatt savanyúvá erjed. Főztek bele kását, de ha megengedhették maguknak még tojást is, behabarták liszttel, tejföllel, de ha úgy hozta a szükség, vagyis nem volt más, akkor csak aprított száraz kenyérre öntötték, és úgy ették. Egy másik változat szerint gyümölcsből, főként szilvából, megyből és korpából főzött savanykás leves. Tehát mindenképpen most már tudjuk elképzelni, elképzelésünk lehet, hogy miről fog szólni ez a mese. Mert a Cibere egy étel, egy leves. Hallottál-e olyan ételekről, amiket őseid sütöttek, főztek nagyon régen? Kiemeltem itt kettőt, gyakran mesékben is szerepelnek, találkozni velük. Az egyik a bodag, talán úgy jobban ismeritek, hogy hamuban sült pogácsa, illetve a puliszka. A szegény ember étke volt a puliszka. Régen a főzéshez olyan alapanyagokat használtak fel, amelyeket otthon találtak a kertben. Szerinted milyen növényeket használtak fel a főzéshez? Gondolkodjál róla. Tehát csak amit otthon megtermeltek, elültettek, gondoztak a veteményes kertben, csak azok a növények állhattak a rendelkezésükre. És most hallgassátok meg a mesét. Az olvasókönyvetek 49. oldalán található. A Cibere, magyar népmese. Egyszer egy ember elment vendégségbe egy barátjához, s ott megkínálták Cibere levessel. Rettenetesen jól esett neki, s elhatározta, hogy ezután mindig Ciberét főzett a feleségével. Csak attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti a leves nevét. Ezért hazafelé egész úton mondogatta magában. Cibere, Cibere, Cibere. Egyszer egy hídra ért, s benézett a híd alá, hogy lássa, mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta,
hogy a leves neve beleesett a vízbe, s ott kell megkeresnie, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgél a vízben, egyszer csak arra jön egy úr 6 lovas hintóval. Megállott a hídon, és lekiáltott. Mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak sem kellett egyéb. Azt gondolta, hogy ki tudja, milyen nagy kincset keres az az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könyökig matatott benne. Ott matattak vagy 2 órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, s mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Dárius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sarat, hogy olyan, mint a cibere. Ez az, megtalálta, kiáltotta az ember. Megköszönte, s azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kicsi híja, hogy meg nem ütötte a guta. Így szólt a történet. Vizsgáljuk meg ezt a szöveget. Keressük meg a bevezető és a befejező részt. Ugye a bevezető részből megismerhetjük a helyszínt, a főszereplőt. Általában egy bekezdés a bevezető rész. Ugye tudjátok már, hogy a bekezdés az azt jelenti, hogy beljebb kezdődik a sor, és addig tart, amíg egy újabb bekezdésig nem érkeztünk. Tehát kiemeljük, melyik ennek a mesének a bevezető része, mettől meddig tart. Bevezető részben megismertük a szereplőt, majd utána ki is emeljük őket, és hogy hogyan indul el a cselekmény. Cselekmény idejét, helyét. A befejező rész szintén egy bekezdés, egy rövid lezáró gondolat, történet lezárása, tehát az utolsó bekezdést jelöljük be. Megköszöntes, azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kicsi híja, hogy meg nem ütötte a guta. Emeljük ki az ismeretlen szavakat. A ciberét már megbeszéltük, és már ismerjük a jelentését, tehát attól eltekintek. Milyen ismeretlen szavakkal találkozhatunk még a történetben? Hintó. Matatott. Dárius kincse. Kicsi híja, amit itt nem sikerült teljesen bekereteznem. És meg nem ütötte a guta. Mit jelenthet ez? Nézzük a szó magyarázatot. Hintó. A hintó fedett, díszes, kényelmes lovaskocsi. Gazdag emberek, urak jártak vele, és itt láthatjátok is a képét, hogy így nézett ki egy hintó. 2 vagy 4 lovat fogtak be elé, a mesékben nagyon gyakran szerepel a hintó. Király kisasszonyok, királyok, urak, közlekedési eszköze. Dárius kincse azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok pénz, nagyon nagy kincs. Ki is volt ez a Dárius, és honnan lehetett neki annyi pénze, hogy ez a mai napig fennmaradt ez a szólás? Dárius egy perzsa uralkodó volt, egy perzsa király, nagyon-nagyon régen élt, még időszámításunk előtt, és Perzsiában egy nagy hadvezér volt, hódító, és rengeteg kincset összegyűjtött. Azóta is fennmaradt ez a szólás, hogy annyi pénze van, annyi kincse van, mint Dáriusnak, tehát a Dárius kincse. Megüti a guta, azt jelenti, megöli a bosszúság, a méreg. Matat, kutakodik,
turkál, kotorászik. Kicsi híja, majdnem, vagyis kevésen múlt ez a jelentése. Beszélgessünk a történetről. Kik a szereplői a mesének? Egy ember és egy úr. Nagyon jó. Hol játszódik a történet? Tehát gondoljunk arra, hogy hol is történt ez az esemény, ez a bonyodalom, hol játszódik? A hazafelé vezető úton, a híd alatt, a vízben. Mi okozza a bonyodalmat? Tehát egy történetben mindig van egy fő cselekményszál, ami elindul, fokozódik, és a végén majd keressük, illetve várjuk a feloldást, a megoldást. Ebben a mesében mi okozza a bonyodalmat? Hát a feledékenység, az ostobaság, hiszen, idézem a mondatot, gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe. Egy név, ami a gondolatunkban van csak, vajon beleeshet bárhová is, vagy... Tehát maga a föltételezés egy igen érdekes és igen furcsa. Tehát a bonyodalmat a feledékenység okozta. Az ember elfelejtette a finom étel, a levesnek a nevét. Ugyanakkor fokozta ezt a bonyodalmat egy félreértés, ami a szűkszavúságból eredt, mert az Úr kérdésére az ember csak ennyit válaszolt. Ha tudná, az Úr is keresné? Hát ha valaki nekünk csak ennyit mond, akkor bizony sok mindenre gondolhatunk, és félreértések származhatnak belőle. Ez történt ebben a mesében is. Végül hogyan oldódott meg a probléma? Az Úr türelme elfogyott, s mérgesen kifakadt. S mérgében elkiáltotta magát, hogy úgy összetapostuk ezt a sarat, hogy olyan, mint a cibere. És hát ekkor csapott a homlokára az ember, hogy megvan, megtaláltam. Arról már nincs folytatás a történetben, hogy vajon elmondta-e végül az Úrnak, hogy mit keresett, és hogy mi volt az a kincs, amit ennyire keresett? Hát valójában az Úr rájött saját magától is, mert majdnem megütötte a guta mérgében. Mi a mondani valója ennek a népmesének? Mert ugye minden történetnek, főleg a népmeséknek örök érvényű igazságok a mondani valói. A mohóság, a kabzsiság butaságokra vihet rá. Kössük össze a szereplőket a rájuk jellemző tulajdonságokkal. Szereplők tehát az Úr és az ember. Milyen tulajdonságokat soroltam itt fel? Feledékeny, kapzsi, buta, türelmes, mérges, boldog. Emlékezz vissza a történetre, melyiket melyikhez társítanád. Ki volt feledékeny? Hát az ember. Kapzsi, hogy képes volt a hintóból kiszállni, bele a vízbe, a sárba matatni 2 órán keresztül, tehát ez az Úr. Buta, az ember, mert azt gondolta, hogy a név, valaminek a neve beleesett a vízbe. Türelmes, az ember nagyon türelmes volt. Nem mérgelődött, nyugodtan keresgélt a vízben. Mérges már az Úr volt, így van, és boldog az ember, mert olyan boldogan ment hazafelé, hogy megtalálta az Úr a vízben a leves nevét. 2 közmondás is kapcsolható a történethez. Egy bolond százat csinál. Mit jelent ez a közmondás? Hát ez a közmondás azt jelenti, hogy a butaság is találhat követőkre,
Tehát amikor valami furcsaságot, butaságot utánozni kezdenek többen, akkor használjuk ezt a közmondást, hogy egy bolond százat csinál. Tehát a butaság lehet akár ragadós is. A következő közmondásunk, a bolond is bölcsnek látszik, míg hallgat. Úgy értelmezhetjük, hogy senkinek nincs a homlokára írva, hogy hogyan gondolkodik, mit gondol. Viszont amikor megszólalsz, már is kiderül, hogy vannak-e okos gondolataid. Tedd sorrendbe az alábbi mondatokat a következő feladatunk. A táblázatban sorszámok alá írd be a megfelelő mondatok utáni betűt. Alkoss ezzel a szóval mondatot, majd írd le a füzetedbe később. Olvassuk el a mondatokat. Először az összeset, majd úgy állapítsuk meg a sorrendet. Levessel kínálták. Egy úr a segítségére sietett. Azt gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe. Az úr mérges lett. Keresni kezdte a vízben a leves nevét. Egy ember elment a barátjához. Hogyan kezdődik a történet? Melyik mondatunk lesz az első? Egy ember elment a barátjához. Első feladat, első mondat. Végén C betűt láthatunk, tehát az egyes alá beírhatjuk a C-t. Elment a barátjához, mi történt utána? Keresd meg te is a mondatok között. Levessel kínálták, ez a második mondatunk után milyen betűt látunk? I betűt, tehát a második alá beírjuk az I-t. A leves kínálás után mi következett? Azt gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe. B betű van, beírjuk a táblázatunkba. Keresni kezdte a vízben a leves nevét. Tehát a négyes alá az E betűt. Azzal folytatódott, hogy egy úr a segítségére sietett. A mondat végén az R betű, és végül az úr mérges lett. Hatodik mondatunk után az E betűt olvashatjuk. És most összeolvashatjuk a beírt betűket, tehát mi a megoldás? Megfejtés, cibere. Ezzel a szóval kell alkotnotok egy mondatot, foglaljátok mondatba, és írjátok le a füzetbe a mondatot. Következő feladatomban a mondatok összekeveredtek, színezd ki az összetartozó részt ugyanolyan színnel. Olvassuk el a mondatokat. Az ember azt gondolta, hogy... Az úr azt gondolta, hogy mindketten a vízben matadtak. Vajon melyiknek melyik lehet a folytatása? Nézzük a folytatásokat. Az ember kincset keres a vízben, de nem találtak semmit. A leves nevét a vízben kell megkeresnie. Az ember azt gondolta, hogy... Mivel folytatnátok? Mit gondolt az ember? A leves nevét a vízben kell megkeresnie. Azonos színűre színezzük a két mezőt. Mit gondolt az úr? Az úr azt gondolta, hogy az ember kincset keres a vízben. Nagyon helyes, ha erre gondoltatok. S végül mindketten a vízben matadtak, de nem találtak semmit. Azon a színre festjük ki. A következőben egy kicsit játszottam a szóval, hogy cibere, és ilyen rímkeresésbe fogtam. Cibere. Mennyi összecsengő szót lehet találni erre a szóra? Egy néhányat kiírtam érdekességképpen,
ti is keressetek rímeket, összecsengő szavakat erre a szóra, biztos vagyok benne, hogy találni fogtok. Rengeteg ilyen szó található, többek között. Mi az, ami összecseng ezzel a szóval, hogy cibere, cinege, szigete, sikere, jegenye, kedvese, gyereke, levele, ideje, köpenye, fegyvere, emese, embere, gyökere, elseje, csemege, fogkefe, tánzene, pecsenye, hajkefe, művese. És sorolhatnánk még. Egy nagyon jól ismert mondóka is eszembe jutott. Kiskertemben az űrge rákapott a dinnyére. Megállj, űrge, megleslek, holnap délre megeszlek. Itce, bice, cibere, neked mondom, menj ki te! Köszönöm szépen a figyelmeteket!